Dr. Szabó Ferenc az új jegyző Visegrádon. A Szentendrén élő 46 éves Miskolci származású jogász első diplomáját a Kossuth Lajos Tudomány Egyetemen szerezte középiskolai történelemtanár és szociológus szakon, majd tanárként dolgozott Debrecenben. Közben elvégezte a Miskolci Egyetem állam és jogtudományi karát. 2003-ban kezdett el dolgozni a közigazgatásban Kisorosziban, ahol 5 évig tevékenykedett a település jegyzőjeként. Közben letette a közigazgatási és anyakönyvvezetői szakvizsgákat, majd Diósdon lett a aljegyző, később pedig a város jegyzője. Ezt követően Biatorbágy aljegyzőeként dolgozott 2019. december 15-éig, amikor Visegrádon került alkalmazásba. Dr. Szabó Ferenc a visegrádi hírekben ír azokról a nagyobb projektekről, amelyeknek megvalósításában részt vett, mint például Kisorosziban a sikeres árvízvédelem diósdon új bölcsöde, valamint 3 milliárd forint értékű csatorna és útépítési projekt, Biator bágyon új iskolaszárny építése és a Tópark projekt megvalósítása.